Nagy a készülődés és az izgalom a Pécs-Harkány országúti futóverseny előtt. Szükség is volt a bemelegítésre, hiszen vasárnap csípős hidegben kellett teljesíteniük a 25,5 kilométeres távot a nevezőknek. Dóri nem csak futott, hanem az előkészületek során is sok feladata volt. Az utolsó távot választottam, Turonyból indulok és Harkányba fogok befutni. A PVSK női csapatát képviselem, és az egy 8 kilométeres táv. Még nem tudtam felkészülni, de tervezem, tehát ott van a kisfiam is, egyetem mellett most ennyi fér bele. Már tegnap is nagyon sok mindent csináltunk, tehát pólókat, asztalokat, de tulajdonképpen minden volt a feladat. Ugye az én feladatom az is, hogy a neveztetőket eligazítsam, hogy a feladatokat kiadjam, úgymond mindenes vagyok, mindenért felelek. A mai napon nem én vagyok a fontos, hanem a többi futó a fontos, és én jól szeretném magamat érezni, meg szeretném, hogy mindenki más is jól érezze magát, és ez egy jó hangulatú futóverseny legyen. A 25,5 kilométeren belül vannak lejtős, sík szakaszok, de bőven akadnak embert próbáló emelkedők is. Egy egyéni távon is indulok meg, egy váltóban is benne vagyok, és ez hát igazából nagy elvárásaim nincsenek, ez egy erősebb edzés, nem is futottam mostanában ilyen hosszabb távokat, de időjárás jó, remélem, hogy jó érzéssel tudok elérkezni a célig. Hát egy erős edzésnek nagyon jó, tehát dombos, technikás, figyelni kell, nehogy itt valaki az elején az első emelkedős részt nagyon elfussa és besavasodjon, maradjon energia végén ott a turonyi emelkedőnél is, úgyhogy én szeretem ezt a pályát. Nem helyezésre megyek, hanem arra, hogy jó érzéssel végigfussam a távot. Most ez nem szerepel úgy a célok között, hogy itt most maximálisra fussam magam. Vannak nagyon erős fiatal futók, remélem, hogy ők nagyon jó idővel és jó eredménnyel érnek majd be a célba. A futóversenyen évek óta indul Orsós Ferenc. A Szászváron élő futó, akit kenyai kobrának neveznek, büszke roma származására, arra pedig még inkább, hogy futhat. Körülbelül hetedik futásom ez, Pécs-Harkányon. Hát, hogy mennyi idő alatt, 2019-ben 2 óra 25 perc alatt futottam le, hát most majd megássuk, hogy most mennyi idő alatt, hogy teljesítsem, az a lényeg. Az utolsó az nekem Spármaraton volt, utána Szöllőskör, mármint a kövágó szöllős, és ugye akkor hétköznap meg ilyen kis futásokat csinálok. Minden 1979-ben kezdődött, amikor a PVSK tájfutói együtt lefutottak Harkányba. Később többen csatlakoztak hozzájuk. Mára már egyéniben és háromfős váltóban is teljesíthetik a távot a jelentkezők. Pontosan a 37. és arra törekedtünk, hogy ez a folyamatosság megmaradjon, mert ennek az ország egyik legrégebbi, ha nem a legrégebbi futóverseny ez, és azon voltunk, tehát szervezésileg, hogy ebben az évben is legyen Pécs-Harkány. Tehát újdonság, annak örülünk, hogy meg tudtuk rendezni, az, hogy szép számmal vannak most is versenyzők, mindent tudunk teljesíteni, amit eddig, úgyhogy ez az újdonság. Már nagyon sok futóverseny van, igazából a márciusi verseny a mi versenyünk, vissza is fogjuk tenni arra az időpontra, de most a Covid miatt abban az időszakban nem lehetett versenyt rendezni, ezért vannak a torlódások, most ősszel nagyon sok verseny, a tavaszi versenyek mind ide kerültek, és ezért is van most kicsivel kevesebb induló. Váltófutás egyre népszerűbb, a 25,5 kilométer az komoly felkészülést igényel, tehát itt, hogyha bejön egy kisebb sérülés vagy valami, akkor már nem tud odaállni a versenyző, de a csapatok, a váltók ugye jó hangulatú versenyt tudnak vívni, ugyanakkor utána egy jó közösségformáló a közös ebéd, és a rajtszámba be lehet menni a strandra, utána lazítani az izmokat. A versenyen egyéniben és váltóban is PVSK-sok győztek. A leggyorsabb futó Lomb Ádám 1 óra 22 perc 59 másodperc alatt ért célba. A Lomb Ádám Jakab András Waller Tamás összeállítású váltónak 1 óra 26 perc 17 másodperc volt az ideje.
A Nagy Lujza, Dér Andrea, Freyerné Kovács Dóra alkotta PVSK-s női csapat 1 óra 47 perc 26 másodperccel nyerte meg kategóriáját. 5 percet kellett várni az egyéniben leggyorsabb hölgyversenyző célba érkezésére. Kovács Zita 1 óra 52 perc 4 másodperc alatt teljesítette a távot.